Na, bravo! Igen, ő az egyik. Hát akkor üdvözlöm és jó szórakozást önöken, önöknek. Hát legyenek szívesek így, hogy megörökítsem a hölgy és az úr Szlovéniából érkezett. Hát nézi a videókat, mint ahogy kiderült. De nézze is jó sokáig, jó. És hány lovak van otthon? Négy. És western lovak. Igen. Western lovak. Voltunk kint a fiam, Montanában egy rancson, még az indiánokkel is lovag voltunk. Aha, na, jó. Most hát ez jó hobbi. Hát most egyik én voltam a kezdő szervező Szlovéniában az előváltának. Úgyhogy 2016-ban, mint a Lóbarát Egyesületnek az elnöke, egy barátom. Gratulálok. Már... És a hölgy a felesége, gondolom, ugye? Nagyon csinos. Ez pedig a fiam. A kis utánpótlás is itt van. Sziasztok! Voltunk Lenárba versenyen. A Lenárba, igen. Soha nem felejtem el. Két lóval, nyakhosszal nyert egyik lovam, és nyakhosszal volt mögötte a második. Tehát egy-kettők voltunk. És amikor jött a fizetés, komoly összeg volt, úgy hívták a tulajt, hogy Ferle. És csődbe ment a cége, és fejbe lőtte magát. Hát ott az élig ilyen amatőrös pálya. Fejbe lőtte magát, nem tudok fizetni. Ja, hát ez nagyon régen volt, 15 éve. De így van, szegényként. Ha lesztek a Szlovéniába, akkor gyertek. Puszi és üdv nektek, minden jót és további jó szórakozást. Sziasztok! Viszlát! Utánpótlás? Kislovas. Áj, nagyon jó! 15 év múlva majd jöjjük fel. Nagyon jó! Hát a lószagot már szívja, nem? Igen, már, akkor szuper! Már volt a ruhától is. Jó! Minden jó, sok lovazás! Sziasztok! Kezit csókolom! Na, aranyos, kedves emberek Szlovéniából. Ilyen western lovakkal foglalkoznak, na még a nap is kisütött. És itt drukkolnak és rám szólnak, hogy jó napot, nézzük a videót és örömmel nézegetjük, meg készítette itt a szenvedély, cipacsot, da-da-da. Jó ez, hopp! Na, még egynek drukkoljunk. Az nagyon könnyen, nagyon könnyen nyert. Bakozott még. Igen. Bakozott. Jól vagy, Andráskám? Tip-top? Hát igen, mert azért vagyok kicsom, mert ugye nem szóval mondjuk, hogy a nemzeti... Megsértődsz, ha mondok valamit? Meg. Meg? Mondhatom? Nyugodtan. Ásvány, víz, illatod van. Köszönöm. Meg ilyen fanta. Meg ilyen fanta. Nem lehet a nemzeti vágtára behozni Ernyőt, úgyhogy mindenki így készüljön ma vagy holnap. És honnan van ilyen? Attila barátom intézte őröktől. Nagyon jó. A nagyon jó dolog, mert nem állt. Mert élő adásban, hogy nem szabad esernyőt kihozni a nemzeti vágtára. Csak egyeseknek. Már benne vagyok. Mindenki. Közszereplő. Na jó, megyünk. Egy megvan.